Elég hosszú volt és fárasztó. Voltak apróbb dolgok, amik miatt mehettünk volna még gyorsabban, de összességében azt kell mondani, hogy jól sikerültek a dolgok. Beállításokon még egy kicsit finomítunk, de most már azért komfortos az autó. Az első körben még nagyon mozgott a hátulja, úgyhogy még egy kicsit óvatosabban kell tennünk. A második már közel volt a jóhoz beállításban, most még finomítottunk rajta. Fél perccel vezetjük a Peugeot kupát. Alapvetően mi a saját időnket megyünk, aztán megnézzük, hogy az mire elég. Nyilván ez megnyugtató, úgyhogy nyugodtabban fogunk aludni, de holnap is a saját tempónkat fogjuk menni. Azt, amit tudunk, amit gyorsnak és biztonságosnak ítélünk, nem akarunk beosztani igazából rajta. Megyünk a saját tempónkat, és megnézzük, hogy hova elég. Nyilván félszemmel nézzük azért a Fordokat is, bár ők ezeken a pályákon azért gyorsabbak. Nekünk a rövidváltó azért, ami kötelező a Peugeot kupában, az azért nem előny a Fordokhoz képest, de nézzük őket félszemmel. Mindent megtettünk azért, hogy ezt a versenyt elrontsuk, de tényleg szó szerint itt a mai reggelünk az kritikán aluli volt, ezt azt gondolom nyugodtan kijelenthetjük. Sajnos az első gyorson megforogtunk, úgy döntöttünk, hogy kemény gumival megyünk ki már az első körben is. Aztán ott a kicsit több volt a néző, gondoltam, hogy nagyobb lendülettel odaérkezünk, és kézét ráhúztam egy gondolattal tovább. Tartottam a kezem rajta, hát elég amatőr volt, mert inkább a kijövete, hogy ezt nem tudtuk megoldani fél perc alatt, úgyhogy hát sajnos ebből is tanulunk, hogy ilyet nem szabad csinálni. Utána a következő körben a rajtban
ugyanazon a szakaszon volt egy korai rajtunk, azért még kaptunk még 10 másodpercet, úgyhogy tényleg mindent elkövettünk, hogy elrontjuk a versenyt. És egész nap ezen dolgoztunk, hogy ezt a hátrányt megpróbáljuk ledolgozni. Azt gondolom, hogy meg kell említenem, hogy Ákosék azért nagyon jól mentek a mai napon, tényleg le a kalapa. Nagyon nehezen fogyott a különbség, és nem is lett volna meg azt gondolom az első hely, úgyhogy sajnáljuk, hogy ez így alakult. És minden jó, ha a vége jó, ugye szokták mondani. Most tényleg így nekünk jól jött ki most a lépés. Az utolsó két gyorsan megtettünk mindent azért, hogy siessünk, aztán hát ha sikerül. Végül sikerült, de ez Ákosiknak a bal szerencséje kellett, úgyhogy ettől függetlenül megnyertük a Peugeot kupát, és nagyon örülünk, hogy kartmentesen itt vagyunk a célban.